A képregényfilmekről beszélünk, sokan hajlamosak leredukálni a témát a szuperhős produkciókra, azonból is a Marvel és a DC mozikra. Pedig a műfaj ennél jóval tágabb és változatosabb. Találunk köztük mélyebb, emberi történeteket, humorosabb, elszálltabb kalandokat, de víresen komoly erőszakorgiát is. Elsősorban az elmúlt 20-25 évben készültek emlékezetes darabok a szcénában, melyek közül néhányról nehéz elhinni, hogy valóban képregényen alapulnak. Ezekből állítottam össze a kedvenceimet. Dread. Nem a Stallone féle 1995-ös filmről van szó, hanem az annál sokkal jobban sikerült adaptációról Kár Urban főszereplésével. A sztori szinte ugyanaz, mint az egy évvel korábbi The Raid esetében, annyi különbséggel, hogy a Dreadnél némi szkifi beütéssel is találkozunk. A lassítások, túlexponált vizuális effektusok, vérgőzös akciók és a fedhetetlen kőkemény szereplő mind közre játszanak abban, hogy ez a bot egyszerű, de annál szórakoztatóbb zúzda jusson, ahova kell hogy anyagilag bukás lett így egy esetleges folytatástól, el kellett köszönnünk. 300. Frank Miller vastagon benne van abban, hogy az embereknek legyen némi fogalma a Marvelen és a DC-n kívüli képregényes világról. Ennek egyik zászlós a 300, mely a valóban létező spártai katonák sztoriát eleveníti fel, persze sajátos köntösben. Zack Snydert lehet utálni, de az ő víziója és vizuális történetmesélői eszközei itt hibátlanul működnek. Ez a film hozta divatba a lassítást, az akciói dinamikusak, Leonidas emlékezetes hős, a hangulatát pedig azóta sem tudták reprodukálni, hiába próbálkoztak folytatással. A This is Sparta Rigmus már a fogalom elterjedése előtt mém lett, úgyhogy a popkulturális hatása is megkérdőjelezhetetlen. A kárhozat útja Sam Mendes friss Oscar díjasként azt csinálhatott, amit akart, ő pedig ezt a kevésbé ismert képregény adaptációt választotta. Sokan gondolják visszalépésnek, talán jogosan, de a kárhozat egy igen üde és autentikus szín volt ezen a palettán. Mindenki hollywoodi apukája Tom Hanks ezúttal egy kicsit más szerepben tündököl, egyszerre gondoskodó szülő és kíméletlen gyilkos. Klasszikus gangster filmes elemek keverednek a családi drámával, mindezt megfűszerezve egy pazar színészgárdával és Mendes precíz rendezésével. A Holló Alex Prohász művének kultikusságához kétség sem fér, noha tény, hogy a forgatás közbeni tragédia a főszereplő Brandon Lee halálával még tovább dobott a népszerűségén. Egy klasszikus bosszú álló angyalsztoriról van szó, melyet a sötét képi világ, a komor atmoszféra és persze maga Lee tesz igazán egyedivé. Gyönyörűen fájdalmas és egyben kegyetlen történet, ahol az akció mellett az érzelmi mélységről sem feledkeztek el. Készült hozzá három folytatás, egyik pocsékabba a másiknál, valamint egy riméket is belengedtek Bill Skarsgård főszereplésével. Erőszakos múlt David Cronenberg a testhorror atyaként él legtöbbünk tudatában, és noha rendezett mást is, nem ő ugrik be, ha a képregényes zsánerre gondolunk. Pedig az erőszakos múlt is ebbe a kategóriába tartozik, ráadásul igen egyedi darabról van szó. A sablonosnak ható sztorit, mint a múltját maga mögött hagyó ember nem tud szabadulni a démonaitól, és az egyszerű lényegre törő kivitelezés pont Cronenberg, no meg a kiváló színészi gárdelmeli piedesztárra. A film egy időzített bomba, mely többször is robban, és akkor bizony kőkövön nem marad. Nyers, szikár thriller, ami nem fél kértéseket feltenni az ösztönös erőszakról. Tétova tínédzserek A lista talán leginkább rendhagyó tagja, melyről előzetes ismeretek nélkül valószínűleg senki nem mondaná meg, hogy egy képregényen alapul. Két frissen végzett lázadó tínédzser útját követjük, akik össze akarnak költözni, de a nyár még csak most indul és tele van jellemformáló eseményekkel. Tora Börcs és Scarlett Johansson remekelnek, de Steve Buscemi utalomjáték alopja igazán a sót. Pazar humorú, emberi darab és nem mellesleg az egyik legjobb coming of age pillanat ebben a filmben található. Ki kész? Miért nem akar senki szuperhős lenni? Teszi fel a kérdést Aaron Taylor Johnson karakter a film elején, melyre olyan választ kapunk, hogy azt nem felejtjük el egy hamar. Matthew von műve úgy figurázza ki a maszkos igazságosztók világát, hogy közben maga is azzá válik, méghozzá a legjobb fajtából. A poénok ülnek, a hangulat, a zenék mind hibátlanok, az akciók pedig kellően véresek és intenzívek. A 2010-es évek egyik legszórakoztatóbb filmje. Scott Pilgrim a világ ellen. Ha már a 2010-es évek legszórakoztatóbb moziainál járunk, nem mehetünk el szó nélkül Edgar Wright epikusan epikus epikussága mellett sem. A gig kultúra csodája a Scott Pilgrim, melyben értő kezek nyúltak az alapanyaghoz és varázsolták vászonra ezt az elszállt történetet. Zeneileg és vizuálisan a mai napig kiemelkedő és egyedi élmény, de a humorfaktora, a harcok, a színészek minden apró részlet a helyén van. Kár, hogy nem készült hozzá soha folytatás. Sin City. Frank Millernek vaskos szerepe van abban, hogy az embernek legyen némi fogalma a Marvelen és a DC-n kívüli képregényes világról. Ez a mondat már elhangzott volna? Nem véletlen, ugyanis a 300 mellett a Sin City is ékes példája ennek. Ezt a filmet maga Miller rendezte, Robert rodriguez karöltve, és egy jelenetre még Tarantino is beugrott. A műmit sem vesztett az alapanyag nyers brutális világából, a vizualitás a kevés színnel rögtön megadja az alaphangulatot, a karakterek pedig kivétel nélkül emlékezetesek. A nagybetű stílus, ami lassan a húsz év táblatából sem öregedett egy percet sem. Old Boy. Egy manga adaptáció, melyből dél-koreai film született, ezzel eszenciális ázsiai élményt adva, az összkép mégis az egyik legnagyobb nemzetközi sikereket elért keleti produkciót eredményezte. Park chan megalkotta a definitív bosszú sztorid, mely úgy tart két közt, hogy közben szórakoztató legyen. A bravúros jelentek mellett az érzelmi töltet nem különben erős, a karakterek megítélése folyamatosan változik a nézőben, a párfordulások, motivációk pedig mind képesek új irányba terelni a történetet. A haba tortán, hogy az utolsó harmadban megkapjuk a film egyik legkegyetlenebb és legütősebb fordulatát. Idén 20 éves, időtlen klasszikus, ami még Spike Lee pocsékrimékje sem tudott csorvát ejteni. Ezek lettek volna az én kedvenc nem Marvel és DC képregény filmjeim, kommentben jöhetnek a ti kedvenceitek, aztán legközelebb találkozunk. Csát!